Na, tehát elérkeztünk a térfogalomnak, az áttekintése után elérkeztünk az időhöz. Ugye, hát az időnek nem a filozofikus, hanem a praktikus megközelítéséről lenne itt szó, hát reméljük, hogy fog működni, mert ez a klasszikus, hogy a születben még működött, de bízunk, mert működ, fantasztikus. Most, amikor az időről beszélünk praktikus értelemben, akkor ugye az első kérdés, amit föl kell tenni, és nem filozófiai, hanem a hétköznapi használat szempontjából, hogy hogyan tudjuk megmérni az időt, és ha mérjük, akkor mit mérünk rajta. Ugye az első dolog, ami alapján vélhetően a korai emberek mérték az időt, azok a különböző bolygóknak, és hát ezeknek a bolygóknak a földi életre gyakorolt hatása. Nem véletlen az, hogy ha ma is rátekintünk a különböző kalendáriumokra, akkor alapvetően kétféle kalendárium készült, vannak nap és vannak hold kalendáriumok. Ugye jelenleg alapvetően egy napkalendáriumra alapozott ilyen keresztény kalendáriumot használunk, de fontos tudni azt, hogy mind a muszlim, mind a kínai, mind az eredeti zsidó kalendárium azok hold kalendáriumok. Ugye az év felosztásában van ennek jelentése. A következő mérföldkő, amikor a mezőgazdaság hát megszületett, mint olyan a mezőgazdasági forradalom idején, hozzávetőlegesen 10 000 éve, amikor felértékelődött a vegetációs időszakoknak a jelentősége, és az emberek felosztották a vegetációs szakaszok és a különböző munkálatok szerint is az évet. A következő mérföldkő a liturgia, megjelennek a vallási rendszerek, amikor a vallási rendszereken belül megjelennek olyan belső beosztások az éven belül, mint a különböző szenteknek az ünnepei, bármilyen vallási rendszerről is beszélünk, és megjelennek olyan intézmények, mint például a böjtnek az intézménye. A böjtről fontos elmondani, most a dolognak a spirituális részét azt hagyjuk ahhoz, ahogy mondtam, nekem nincsen licenszem, de a böjtnek van egy rendkívül fontos társadalmi és gazdasági funkciója, nevezetesen a takarékoskodás. Biztosan tudják, hogy a keresztény világban 3 böjti időszak van, a nagy böjtnek az időszak az a tavaszi időszak, amikor nem létezett még érdemi konzervációs technika, tehát nagyon célszerű volt az embereknek azt az időszakot, amikor még nem kezdődik el a vegetáció, tehát a tartalékokból kell élni, akkor azt nagyon beosztani a dolgokat. És bizonyos mértékig nem véletlen, hogy a papságnak, legyen szó az egyiptomiakról, vagy legyen akár a keresztény papi rendről szó, volt egy ilyen erőforrás menedzseri feladatuk is, tehát hogy meghatározzák azt, hogy mikor kell jobban takarékoskodni, vagy hogyha az egyiptomi papokat nézzük, mikor kell szántani, mikor kell vetni, mikor lehet számítani a Nílusnak az áradására. És végül az eszközöket nézzük, ugye a napóra a legegyszerűbb időmérő eszköz, két hátránya van, egyrészt felhős időben, másrészt éjszaka nem működik, van a vízóra, ami tulajdonképpen egy ilyen, hát tulajdonképpen két konténer, beosztott konténer között csorgatják a vizet, és azzal mérik az idő múlását. Vannak a füstölők és a gyertyák, ezek is időmérő eszközök voltak. Ha valaki látta esetleg az Ip Man című filmet, látta valaki? Nem? Ez egy ilyen verekedős film. Ezeket én általában az esti órákban szoktam nézni vasaláshoz, hogy ilyen vallomásosan folytassuk a kurzust. Anyukám varrónő volt, és én nagyon profi módon megtanultam vasalni, hát pénzszerzés céljából, és az egy megrendítő dolog szokott lenni esténként, amikor a 3 lányom és a feleségem így simogatják a telefont, én megvasalok. Általában agresszív filmeket nézek, mert ilyenkor jogom van kiválasztani, hogy mi a menü. És a Bandi fiam, amikor kicsi volt, akkor kért magának egy kis vasalót, amivel rendszeresen játszott, mert kialakult benne az a hamis tudat, hogy ez egy tipikus férfi munka, ahol ugye a machizmot azt lehet demonstrálni, ugye valószínűleg az Iron Man is erre vonatkozik, de amióta fölvilágosították, hogy ez nem így van, azóta nem. Na az Ip Man, Bruce Lee, mond esetleg valakinek valamit. A Bruce Lee-nek a mestere volt az Ip Man, és egy hongkongi harcművész, és ott az volt a módszere, hogy eldöntsék, hogy ki a jobb, hogy voltak ilyen kerek asztalok, meggyújtottak egy füstölőt, az volt a timer, fölment a két mester az asztalra, és aki ott maradt, az volt a győztes. Nem egyszerű, tiszta viszonyok volt, de időmérés. Hogy ugyanez, amikor valaki penitenciát kap egy kolostorba, kap egy gyertyát, az nem csak világít, hanem tulajdonképpen egy ilyen timer funkciót is tölt be, és ugye megjelennek a 13. század a mechanikus órák, amiről fontos tudni, hogy amikor órákat csináltak, az első órákat, egyébként ettől függetlenül Koreában is, de Európában is, akkor nem volt eldöntve, hogy merre forogjon az óra, hát ahogy sikerült, tehát ahogy összerakták. De amikor jön a fölvilágosodás, akkor eldöntik, hogy az óramutató járása az balról jobbra, de megmaradtak bizonyos részeken olyan órák, amik még a standardizálás elét készültek. Tehát ha valaki elmegy Prágába, a Józsefov városrészbe, ott vannak még olyan órák, amik visszafelé járnak.
Nem járnak visszafelé, mert úgy van a skálázva, de hogyha egyszerű turista, aki nem olvasta ezt az információt, fölnéz és nézi, hogy 2 óra van, most meg 1:30. Tehát, hogy ilyenkor ilyen skifi narratívák is lehetségesek, de itt nem, egyszerűen máshogy van skálázva maga az óra. Na most, ez volt a dolognak a mérési oldala. Most nézzük meg, hogy a történészek mit gondolnak az időről. Alapvetően a történészek egészen a 19. század végéig azt gondolták az időről, hogy lineáris, irreverzibilis és kumulatív. Mit jelent ez? A lineáris azt jelenti, hogy egyenletesen telik, egy kötött pályán haladva, lineárisan. Irreverzibilis, mert nem lehet visszamenni, nincsen időgép, nem lehet visszamenni a 12. századba és megnézni, hogy mit csinált II. Frigyes Jeruzsálemben. Egy kimenete van az időnek a jövő irányába. Tehát irreverzibilis, nem lehet visszacsinálni. Kumulatív, ez azt jelentette, hogy úgy képzelték a 19. század történészei az időt, hogy meg az emberi történelmet, hogy olyan, mint egy puzzle, egy gigantikus nagy puzzle, és a történésznek az a feladata, hogy megnézze egy kis darabot, ez a történet, és jó helyére tett. Azt is jó. És a végén kialakul az a kép, hogy miről szól az emberi történelem. Közben, hogy nehezebb legyen a puzzle-nek a mérete nő, mert az emberi cselekedetek szaporodnak. De a 19. század végéig, aki az emberi történelemben gondolkodott, mindegyet értette ebbe. Egy irányba megy. Illetve, bocsánat, egyenletes pályán halad, egy irányba megy, és az embereknek az a feladata, hogy ebből a növekvő emberi cselekedet halmazból összerakja azt a víziót, azt a képet, ami az emberi történelem megértéséhez kell. Na most ezt a tételt, hogy az ember idő egyenletesen telik egy irányba, és kumulatív módon, ezt közgazdászok támadták meg. Biztosan volt, aki látta, ha nem, akkor érdemes megnézni, a Wall Street Farkasa című léreképítő emberjobbító filmet, és egy kritikát olvastam róla, és akkor az volt, azzal kezdődött a kritika, hogy szerintem minden mozinak a nézőközönségek között van egy közgazdász hallgató, látottakat mintának tekinti, és ő is úgy szeretne élni. De most ne ez legyen számunkra az irányító szempont, hanem az, hogy tulajdonképpen a gazdaságnak, erről már több körön fogunk még beszélni, az a célja a gazdasági tevékenységnek, hogy az embernek a gazdasági tevékenység végrehajtása után több pénze legyen, mint előtte. Na most ennek egy érdekes kreatív módját választja a főhős a Wall Street Farkasába, de alapvetően ez a cél. Na most hogyan lehet egy tőzsdén, ahol működik ez a drága ember is, több pénzt szerezni, mint ami előtte volt neki? Olyan befektetéseket kell végrehajtani, amelyeknek az értéke növekedni fog. Na most hogy lehet megmondani, hogy minek növekszik az értéke? Alapvetően a jövő előrejelzése, bármilyen irányba megyünk, két úton megy. Az egyik a folyamatelemzés, tehát amikor vannak nagy adatbázisaink, és abból próbáljuk kiszűrni, hogy vannak-e visszatérő mintázatok. Ezeket ciklusoknak hívják hétköznapi szó szerint. Vannak hosszabb, vannak rövidebb ciklusok. Itt csak 3-at soroltam föl, van a Kicsimféle 40 hónapos, van a Zsüglárféle 6-8 éves, vagy a Kondratyeféle 40-60 éves. Miért fontos ez? Mert ha nézzünk egy ciklust, akkor, és jó ponton kapjuk el, tehát mondjuk ezen a ponton kapjuk el, ahol a legolcsóbb minden, és akkor adjuk el, amikor a legdrágább, akkor a kettő közötti különbözőt az, ami profitunk lesz. De ehhez el kell kapni ezt a ciklust, tehát ezt a hullámzást. Be kell azonosítani. És ezzel elkezdtek a 19-20. Század fordulójától, amikor már elég nagy volt a globális gazdaság, nagyon-nagyon sokan foglalkozni. És azt vették észre, hogy a történelemben, ebben a dimenzióban vannak visszatérő mintázatok. Tehát ilyen események ismétlődnek. Nem pontosan úgy, de úgy nagyjából, tehát hogy vannak vissza, és ez lett a ciklus. Tehát hogy úgy is lehet közelíteni a történelemhez. Egyébként a kínaiak ezt tudták, csak ez ilyen záródó körbe, tehát ők úgy értelmezték a történelmet, hogy jönnek dinasztiák, fölemelkedik, hanyatlik, megbukik, jön egy új dinasztia. Tehát gyakorlatilag ez az egymásba fonódó köröknek a történelet szemlélete volt, de most az európainál tartunk, tehát hogy vannak ilyen visszatérő mintázatok. Ugye ez az egyik előrejelzési technika, a másik az a modell előrejelzési technika, tehát amikor létrehozunk tulajdonképpen valamiféle ilyen modellt, a legegyszerűbb modell az a kóla automata. Az úgy működik, hogy beteszünk egy pénzt, végigmenet, kijön a kóla. A modellek többség ennél bonyolultabb, de ezen a sémán halad. Tehát jön egy impulzus, az impulzus kívánt valamilyen választ. Ennek vannak egészen ilyen kelet-európai változatai, talán ismerik azt a viccet, hogy a Kumbácsi kimegy a Ferihegyi repülőtérre, oda megy a kávéautomatához, beteszi a 200 forintos érmét, megnyomja az espresszót, semmi. Megint beteszi a 200 forintos érmét, megint megnyomja az espresszó gombot, semmi. Ránéz, mondja, ügyes.
Most hát nyilván ez a kelet-európai modell, tehát az ember csak beruház és nem kap vissza semmit, de hogy alapvetően azért ez is egy jövő előrejelzés, tehát nagyjából erre lehet számítani, ha ennek a modellnek a kritériumai teljesülnek. Tehát térjünk vissza ide az időre. Ez a másik időkoncepció, ami mind a mai napig az időről való gondolkodásunkat befolyásolja, még a hétköznapi ritmusban is, tehát hogy az ember azt mondja, mondjuk egy Brody slágert, hogy jönnek majd jobb idők. Ami a ciklikus gondolkodásnak a dalszövegírói alkalmazása, hogy ha voltak rosszabbak, akkor jönnek jobb idők. Tehát az ember ciklusokba gondolja el a maga életét, és amikor visszagondol az ember az életére, akkor is nagyon gyakran ebbe a ciklusok szerint értelmezi a saját életét, saját élettörténetét. Tehát az időről való gondolkodásnak ez a két pólusa van. A lineáris gondolkodás, amikor gyakorlatilag ilyen egy platformon gondolják el az emberek az eseményeket, a másik pedig ez a hullámvasút jellegű gondolkodás az időről. Na most a ciklikus idő fölfogás természetesen a történészek is átveszik. Itt két francia történész játszott ebben nagy szerepet, az egyik az Ernst Labrousse, ő a francia forradalom előzményeit vizsgálta, a másik a Fernand Rodin, aki nagyon érdekes figura volt, ő a legnagyobb munkáit azt hadifogolyként követte el. Egyébként ez egy érdekes ilyen európai történet, hogy a második világháború, illetve a 20. században két világháborút rendeztek, biztosan hallottak róla, és nagyon sokan estek hadifogságba. És ez nem mindenkinek volt rossz egyébként a hadifogság. Nyilvánvalóan a Fábri története, ilyen Fábri Sándornak a története a legszórakoztatóbb, talán ismerik, amikor az édesapja az első feleségétől elvált. Nem? És jött a front, elkapták valahol Székesfehérvár környékén, és bezárták egy hadifogolytáborba. És az felesége, akitől már elköltözött, oda ment az őrhöz, és egy nagyobb ilyen arany ékszer csomag átnyújtásával meggyőzte az őrt, hogy azt a férfit azt engedje ki. És ekkor jött a poén, de édesapám a szabadságot választotta. Na mindegy, ez az egyik ilyen értelmezési lehetőség. Na most a Brodelt bezárták, elkapták 39-ben, vagy 40-ben a németek, bezárták egy hadifogolytábor, 4 évet ült börtön, a hadifogolytáborban, de hát az mégsem igazi börtön volt, úgyhogy az első könyveit azt ott írta. Nagyon kevés lábjegyzet van benne, mert ugyan jelentkezett a német tisztász, hogy kijárnak közeli levéltárba egy kicsit lábjegyzeteket rendbe rakni, de nem engedték ki. Tehát ez is mutatja, hogy a németek milyen kegyetlenek voltak, nem engedték ki a Brodelt lábjegyzeteket írni. Zseniális történész volt egyébként a Brodel. Aztán, amiután kijött a hadifogolytáborból, utána ezeket pótolta. A Brodel készítette el az európai gazdaság történetnek az első nagy ilyen ciklikus leírását. Ezt gyorsan csak átfutunk rajta, csak hogy érezzük azt, hogy vannak olyan időbeni dimenziók, ami az embernek a generációs léptékét vagy generációs gondolkodásán túlhalad. A Fernand Rodin azt mondta, hogy a világgazdaság, alapvetően úgy írható le a világgazdaság története, hogy minden ciklushoz 3 információt kell ismernünk, ha valaki valamit nem ért, állítson meg, és akkor próbálunk tisztázni a félreértéseket. Van a kezdőpont, van a fordulópont, és van a végpont. Tehát ez egy ciklus. Kezdő, forduló, végpont. Azt mondja a Brodin, hogy tulajdonképpen Európában a kereskedelem az valamikor a 13. század közepén indul el, amikor már Európa annyi többletet tud termelni, hogy már lehet vele kereskedni. A fordulópont az a 14. századnak a közepe, akkor jön egy pest és 30 millió ember önhibáján kívül meghal, és teljesen átalakul, fölborul ez a régi világ, és tulajdonképpen ez azzal ért véget, hogy Európa elkezdi felfedezni az új világot, a nagy földrajzi felfedezések, tehát kinyitja a kommunikációt a világ felé. Ez az első ciklus. A második ciklus ugye akkor kezdődik, amikor az első véget ér, a forduló pont az a 17. század közepe, azért mert a 17. század közepén omlik össze az a világ, ami a középkornak a gazdagságát biztosított, ez a földközi tenger kereskedelme, és följön Nyugat-Európa, az Atlanti Európa a nagy földrajzi felfedezéseknek köszönhetően. Ez a korszak, ez 1740-ben zárul le, ez tulajdonképpen a francia forradalom, politikai forradalom és a ipari forradalomnak a tulajdonképpen a hajnala. Ekkor kezdődik ugye, ahogy is hívják, a harmadik ciklus, a fordulópont 1817, itt már egyre precízebbek a dátumok. Azért 1817, mert egy sor olyan dolog ekkor terjed el Európában, ami előtte nem volt.
Ebben az időszakban jelenik meg tulajdonképpen európai léptékben a nacionalizmus. Ez fontos elmondani, hogy abban az értelemben nem voltak nemzetek a 18. század végét megelőzően, ahogy ma gondolkodunk nemzetekről, ugyanis a nemzetek az ugye azt jelenti, hogy közös nyelvet, közös kultúrát és közös hagyományt magáinak tudó embereknek a közössége, ilyenek nem voltak. Előtte birodalmak voltak. Mondanék erre egy példát. Ugye Genghis Khannak a birodalma az nem a mongoloknak volt a világbirodalma, hanem Genghis Khan dinasztiájának volt a birodalma. Nem véletlen az, hogy Mongóliában mind a mai napig, ha valaki komoly politikai szerepet akar megszerezni, akkor hát kis, hogy mondjam, ügyességgel le kell vezetni a családfáját Genghis-től. Hát biztos akad egy értelmiségi, aki ezt a nehéz munkát elvégzi, és onnantól kezdve van egy legitimációs forrása. Vagy hát, ha rátekintünk arra, hogy mondjuk a Magyar Királyságban 1843-ig a hivatalos nyelv az a latin volt. Tehát nem a magyar, a latin volt a hivatalos nyelv, és az emberek közötti határt nem az határozta meg, hogy valaki magyarul beszélt, vagy horvátul beszélt, vagy románul beszélt, vagy szlovákul beszélt, hanem az határozta meg, hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozik, hogy nemes, hogy városi polgár, vagy paraszt. Tehát ezek voltak a társadalomban a választóvonalak, és nem a nyelv és az ehhez kapcsolódó dolgok. Nem véletlen, hogy tulajdonképpen a nemesi magyar nemzetnek a fogalma az a hungarus kategóriájára épült. A hungarus pedig nem azt jelenti, hogy magyar, hanem a magyar királyságnak az alattvalója, ami nagyon-nagyon jelentését tekintve különböző dolog. Tehát megjelenik a nacionalizmus, megjelenik, hogy ilyen érdekességeket mondjak, még tulajdonképpen a Code Civil-lel, a francia törvénykönyvvel, a következmény alapú jogalkotás. Szándék alapú jogalkotás, bocsánat. Mert ugye előtte volt a következmény alapú jogalkotás, nézzük meg Szent László törvényét, elraboltál egy csirkét, levágták a kezedet. Nem volt mérlegelés. Nem volt mérlegelés. A 19. század elején jelenik meg, hogy elkezdik mérlegelni a jogalkotásban azt, hogy miért csinálta. És az első jogszabály, ez egy ilyen jogtörténeti mérföldkő, ami a Code Civilben megjelenik, hogyha terhes nő lop a boltba, ezt nem azért mondom, hogy fedő történet, tehát terhesnő lop a boltba, nem szabad elítélni. Meg hívános. Tehát ez az első jogszabály, ami foglalkozik azzal, hogy valaki miért követi el a bűncselekményt. Miért követi? És jön minden ezzel együtt, tehát a törvény előtti egyenlőség, tehát már nem külön ítélkeznek a nemesek és a nem nemesek között. Nyilván azért vannak bizonyos megítélésben különbségek, de hogy a homogenizációja ilyen értelemben a társadalomnak. Tehát ez egy nagyon fontos mérföldkő. A negyedik ciklus az, ugye ez véget ér 1896-ban, azért fontos, mert ez volt az utolsó béke évtized. A 20. század elején már csúszott rá Európa, meg a világ a első világháborúra, tehát ott már gyakorlatilag helyi háborúk sora pusztította a világot. Ez az utolsó béke évtized. 1974 a következő fordulópont, ez tulajdonképpen annak a nagy gazdasági prosperitásnak a végét jelenti, ami a második világháború után ever az emberi történelemben a legnagyobb hosszú távú több évtizedes prosperitás volt, és hát ahogy a Örkény Istvánnak a egyperces novelláiban szokták mondani, vagy szokta írni a mester, hát most lefelé megyünk globálisan, bár hát vigaszt tudok adni, hogy a buddhisták általános vélekedése szerint az ember a szenvedések többségét magának okozza, tehát hogy lefelé megy a világ, vagy fölfelé ilyen szempontból a mi személyes életünkben nem feltétlenül kell, hogy meghatározó legyen. Na, amikor az időről gondolkodunk, ez volt a globális gazdaság, de amikor az időről gondolkodunk, a Brodelnek volt egy másik nagyon fontos kategóriája, amit majd itt praktikusan fogunk még használni. Nevezetesen, hogy nagyon különböző annak a történeti eseménynek a megítélése, ami rövid ideig tart, mondjuk ennek a kurzusnak az ideje, az a rövid időtartamnak a Brodeli kategóriáján belül megy végbe, tehát elkezdjük most, és vélhetően a siker reményében január végéig lezárjuk, tehát túl leszünk rajta. Ez a rövid időtartam, egy évnél rövidebb. Van a közepes időtartam, a temps de conjoncture, ez a egy évtől 10 évig tart, tehát ennek a képzésnek az elvégzése azért jó esetben belefér ennek a közepes időtartamnak az időhatárai közé. És végül van a longue durée, a hosszú időtartam, ami például a kokáért itt a világgazdaságnak a ciklusait jelenti. Tehát vannak a történelemben olyan folyamatok, amelyek nem ilyen emberi ritmus szerint folynak, hanem elképesztően hosszú, nagy-nagy ritmusokat futnak be, ami azért érdekes ennek a tudatosítása, hogy ez kicsit olyan, mint amikor megyünk mondjuk egy hullámzó folyón, tavon, tengeren,
És az, hogy hol van a horizont, azt mindig az határozza meg, hogy a hullámnak melyik fázisában vagyunk. Tehát, hogyha azt hozza a szerencse, most mi egy többé-kevésbé szerencsés nemzedék vagyunk, mert nem éltünk meg világháborút. Nem tudjuk, hogy ez így is marad, de nem éltünk meg világháborút. Tehát emlékszem, amikor, ugye ezt mindig el szoktam mondani, gyakran a hihetőség határára kerülök, hogy egy olyan generációban születtem bele, amikor nem volt televízió. Nem volt televízió. Ezt különösen azért szórakoztatom, amikor a különböző korú gyerekeim nem értik egymást. Mert hogy az Anna lányom, ő 1990-ben született, és vele még lehet a kazettás magnóról beszélni. A Bandi fiamnak már a DVD lemezés ipari műemléknek számít, és amikor ők nem értik egymást, tehát hogy beszélnek, és akkor hogy is hívják, a Bandi fiam lebumerezi hát hogy mondjam, nem második világháború után született nővérét, az egészen szórakoztató. Na mindegy. Tehát, hogy csak azt azért hoztam föl, mert én még, ugye nem volt televízió, összejártak az emberek. Tehát beszélgetek, így gyerekként hallgattam, és ilyen világháborús történetek voltak egyik a másik után. Tehát ez a kinek fagyott le a lába, kinek levágták, tehát, és ezt nem úgy mesélték, hogy ez ilyen nagy dolog volt. Tehát oda ment az ember, lőttek rá, meg aknára lépett, akkor az levitte a lábát. És nekem is vannak homályos emlékeim még, hogy voltak hadirokkantak, tehát ilyen kéz és láb nélküli emberek, akikkel még ilyen kisgyerekként találkoztam vasútállomáson itt-ott. Tehát, hogy mi egy olyan korszakban élünk, most visszatérve itt a hullámzásra, hogy nekünk ez nem szokványos. Tehát nem szokványos az, hogy rokkantak járnak körülöttünk. Hát sajnos Ukrajnában ez most egy olyan generáció, aki egy ilyen hullámhegynek a tetején van, ha a hullámoknak a mozgását, erőszak megjelenésének a hétköznapivá válása jelenti. Mi meg egy olyan, ahol ennek a megjelenésétől nem kell tartanunk. Na mindegy. Tehát ez a normalitás szempontjából érdekes, hogy mit tekintünk normálisnak, és mit tekintünk nem normálisnak. Egy háborús nemzedék esetében teljesen máshol vannak a határok. Tehát a Popper Péter, nem, a Müller Péternek van egy ilyen története, hogy a budapesti ostromot, ami a Leningrád ostroma után a második leghosszabb ostrom volt a második világháború történetében, ő ezt egy szép időszakként emlékszik rá. Az udvarukon ültek egy gödörbe, de ott volt mellette az édesanyja, és folyamatosan beszélgettek. Tehát, hogy mi határozza meg azt, hogy az embernek trauma lesz egy élmény, vagy nem lesz trauma, az nagyon sok apró körülménynek az együttállásán, vagy az interakcióján múlik. Na, viszont, még ez az utolsó, és az időről nem fogom a drága hallgatóságot többet gyötörni, ha megnézünk néhány olyan folyamatot, ami azért történetileg nem haszontalan és nem jelentéktelen, elmondhatjuk azt, hogy van olyan folyamat, ami lineáris, irreverzibilis és kumulatív. Ilyen példának okáért a földnépesség számának a növekedése. Amennyire ezt régészetileg be lehet lőni, nagyjából egy olyan Krisztus előtt 65 ezerben volt egy elképesztően brutális szárazság Afrikában. 5000 ember élt Afrikában, aki túlélte ezt a válságot. A dolog azért nagyon érdekes, mert genetikailag ezeket visszafejtették, biztosan tudják, hogy az összes ma élő ember, tehát aki itt van ebben a teremben is, meg aki Malibun tartózkodik és szörföl, az is, két embertől származik. A mitokondriális Évától, aki nagyjából 170 ezer, 160 vagy 70 ezer évvel ezelőtt élt, meg a Ádámtól, aki 65 ezer nagy katasztrófa idején élt Afrikában. Ettől a kettőtől származtunk. Tehát az Ádám-Éva sztori igaz, csak hát ugye volt egy ilyen gap a két személy között, és a dolog azért érdekes, mert annyira pici volt, a kialás szélére került az emberiség, és ennek az Ádámnak, akiben a mi ükük fölmenőnket tisztelhetjük, ennek valami egészen elképesztő adottságai voltak. Tehát egy nagyon jó adottságú fiú volt, nagyon sokan lánynak meg is tetszett abban az időben, értelemszerűen azért vagyunk mi itt. És a dolog azért érdekes, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy pozitív genetikai mutációk csak akkor lehetségesek, ha pici a populáció. Tehát ugye az X-Men sztoriknak ez a legfontosabb ilyen ellenérve, hogy jelenleg egy olyan világban élünk, ahol akkora népességnek a száma, hogy hiába indul el egy pozitív vagy negatív mutáció, a populáció nagysága, mint a tenger, kisimítja a hullámot egy bizonyos idő után. Oké. Okay. Tehát az egy a földnépesség számának a növekedése, ez gyakorlatilag ezt a pályát futotta be idáig, valószínűleg ez le fog állni, ennek nagyon egyszerű, van egy ilyen fogalom, most ebben nem mennék bele idő hiányában, ezt úgy hívják, hogy demográfiai átalakulás, amikor modernizálódik egy társadalom, és a modernizáció következtében ezek a magas demográfiai értékek ezek le lassulnak, és nagyjából azok, amit olvastam erre vonatkozó előrejelzéseket, olyan 12-14 milliárd között fog stabilizálódni a világnak a népessége.
De jelenleg ugye ezt a pályát futotta be, Krisztus születés idején olyan 300 millió voltak, 1820-ban ért el 1 milliárdot, a második világháború idején 2,5 milliárd, 20. század végén 6 milliárd, és jelenleg 8 milliárdnál vagyunk. Tehát ez nem endlessly, tehát nem végtelenségig fog folytatódni, ez a modernizáció ezt le fogja fogni. A második az egyfőre jutó energiának a mennyisége. Ugye ez is egy nagyon egyszerű képlet, amikor jött az első generációja a korai embereknek, a fizikai izomerő volt az egyetlen forrás, utána jöttek a domestikált állatok, a ökör, a csacsi, a ló, a teve, és ez kiegészítette valamelyest, és a következő ilyen mérföldkőben, amikor jött a fosszilis energia, és az egy egészen nagy energia növekedést tett lehetővé. Nem véletlen, hogy két pillére van a modern világnak, az olcsó energia és az olcsó víz. És végül az információ mennyiségének a növekedése, ugye volt a kulturális forradalomnak az első lépése, amikor továbbadták az információt, de verbálisan. Ez voltak olyan rítusok, biztosan hallottak a druidákról, ez egy kelta ősvallás volt, aminek nem volt írott verziója. Tehát amikor megölték az utolsó druidát, akkor expire. Tehát minden információ ilyen módon elveszett. Vagy hát Antanténusz, Szórakaténusz így tovább tudott élni, de mint konstrukció már nem maradt meg. Hát utána jön a könyvnyomtatás, több helyen is a világban, de a legsikeresebb ugye a Gutenberg-féle verzió, és utána a digitális világban élünk. Nagyon sokáig volt egy ilyen feltételezés, hogy a hagyományos Gutenberg-féle kommunikáció az meg fog szűnni, mert hogy ugye mindent bárhova föl lehet tölteni, de kiderült, hogy ez nem egészen így van. Nyilvánvalóan konkurenciát kapott a könyv sok szempontból, de hát a könyvről kiderült, hogy az nem a kommunikációs platform, hanem egy formula, egy közlési egység, és ilyen módon ez egy olyan optimalizált közlési egység, amit az ember leül és át tud tanulmányozni, nem tudom, attól függ mennyi szabad ideje van, de hát egy 4-5 naptól mondjuk egy hónapig tartó időtartamon belül, hogyha nem a Proust eltűnt időnyomában című könyvről van szó, hanem egy ilyen átlagos konstrukcióról. Tehát az információ mennyisége ugyanezt az exponencialitást mutatta. Hát ebből a szempontból az én generáció megkapta maga kihívását, mert emlékszem, fiatalkoromban az volt a gond, hogy nem jutottunk hozzá a megfelelő mennyiségű információhoz, most meg azt, hogy leválogatni a iszonyatos információtömegből azt, ami valójában működik. Én azt az algoritmust választottam, ezt nyilván mindenkinek megvan erre a megküzdési stratégiája. Én azt a megoldást választottam, hogy visszaléptem oda, ahonnan a faluból tulajdonképpen próbáltam eligazodni, vagy a faluban, hogy vannak emberek, akinek elhiszem, hogy nem hazudik. Mert egy csomó dolgot nem tud az ember ellenőrizni, nincs hozzá megfelelő szaktudása, és kiválogattam egy 8-10 embert a publikus térben lévő szakértők közül, akinek elhiszem, hogy nem hazudik. És azt meghallgatom. Többit meg nem. Tehát ez is egy lehetség. Nagyon sok más stratégia van erre vonatkozóan még. Oké, akkor lépjünk tovább. Akkor a regionális, tehát kettő megvan, a regionális struktúrák. Most alapvetően, hogy hogyan osztották fel az európai civilizációba, tehát az európai kultúrkörbe, milyen regionális szintek voltak. A legalsó regionális szint, akár a középkorban, akár a koraújkorban, de tulajdonképpen még a 20. században is, az a házasodási körzet. Nekem ugye beleszülettem valamennyire a tradicionális világba, tehát talán említettem, születésem évében vezették be a villanyt a faluba. Tehát ez csak amikor a Bandi fiammal beszélgetek, akkor ez szokott gondot okozni. Hát ő egy abszolút városi gyerek, tehát amikor, hát most már leginkább csak halottak napján szoktunk hazamenni, ennek praktikus okai vannak, több embert ismerek a temetőben, mint a faluba, tehát több emberhez lehet menni, és akkor egyszer mentünk haza, és akkor megállt mellettünk egy traktor. És a Vanni fiam így nézte, hogy ez mi? Hát ennyire városi. És akkor hát mondtam neki, hogy traktor. És előjöttek a gyerekkori emlékek, és mondtam, hogy tudod, Bandikám, én nekem az első ilyen, hogy mondjam, jól definiált ambícióm az volt, hogy traktoros legyek, a következő az űrhajós. Tehát volt egy ilyen ugrás, de rajtam kívül még 4 űrhajós volt az osztályban. Talán nem árulok el titkot, hogy egyikünkből se lett űrhajós, de volt 4 tánzal énekesnő is, azok nem fiúk voltak. És ők se lettek tánzal énekesnők, tehát hogyha nézik majd a YouTube-on, akkor elnézést kérek, hát ez az én se lettem űrhajós. Na mindegy, és akkor a traktor, és akkor mondtam neki, hogy hát én traktoros akartam. Ennek az volt egyébként a praktikus oka, hogy ez ilyen agyagos föld, kiszárították a mocsarat, és kiderült, hogy azért minden ragad, és a traktor az mindenen át tudott menni. Tehát a bicikli, esetleg az első bicikli
kerékfordulás után gyakorlatilag a hátunkon vittük, mert telement ilyen agyagos, sáros dologgal, és akkor Mandikám rám nézett és kérdezte, hogy sikerült? Az se. Na mindegy, tehát az embernek azért együtt kell élni a kudarcaival, de hogy az volt a döbbenetes, ezeket kicsit visszaolvastam a saját gyerekkoromat, mert mikor az ember gyerek, akkor mindig felnőtt akar, és én felnőtt akartam lenni mindig, beledumáltak az életembe, és ha felnőtt leszek, akkor ez nem lesz lehetőség. De visszaolvastam az életemet, mert viszont az információkat felszedi az ember. Az volt a döbbenetes, hogy ebbe a 60-as, 70-es évek kelet-magyarországi falujában mennyi demokratikus struktúra működött. Nem is gondoltam volna. Tehát példának okáért volt ilyen, hogy legeltetési társulat. Legeltetési társulat. Ez azt jelentette, hogy nagyjából volt egy a 4-500 tehén a faluban, szavazati jog nélkül természetesen, és akkor az volt, hogy a Gulyás és a Csordás, ez két különböző foglalkozás, mind a ketten, ez egy fiatal, a Gulyás az fiatal terekkel, a Csordás az pedig ilyen minden nap kibe, azt megválasztották. És akkor volt ilyen demokratikusan, mindenkinek egy szavazata volt, és akkor megválasztották. És onnantól kezdve az tulajdonképpen egy szabad ember volt abban az értelemben, hogy ő azoknak a tehén tulajdonosoknak volt felelős, és senki másnak. Tehát egy szabad értelmiségi volt ilyen értelem. Nem értelmiségi, hát persze, ha ő is beszélgetett a telnekkel, de ennek nem jártam utána. Ez volt az egyik dolog. A másik dolog, hogy talán hallottak róla, ebben az időszakban volt a termelő szövetkezeteknek egy ilyen tagi illetménye, ez lehetett föld is. És az, hogy ki melyik földdarabot kapja, a sorsolással döntötték el. Sorsolással. Tehát bárkinek ugyanannyi esélye volt, oda ment, volt egy ráj papír, kihúzta, és akkor az lett az övé. Tehát nagyon érdekes módon ebbe a zárt falu közösségbe túl tudtak érni olyan demokratikus struktúrák, amik egyébként egy ilyen kvázi diktatúrának a körülményei között, idegen testként, de hát ugye nyilván nem veszélyeztették a rendszernek a legitimációt. A másik dolog, ami tényleg döbbenetes volt, mikor azt szokták mondani, hogy Magyarország egy modern ország, én emlékszem gyerekkoromban, hogy arról beszélgettek a szüleim, hát én jeges rémület fogott el természetesen, hogy nekem a faluba melyik házat fogják megvenni, és nekem nagyjából kit kéne feleségül venni. És ez nem viccből. Tehát, hogy az irányított házas, azt mondta, hogy India, hát az egy kasztrendszer, hát az... Vagy hát ugye még ezt el szoktam mondani, hogy hát tulajdonképpen a tanáraink, nem tudom kinek volt még ilyen élménye, lehet, hogy csak ez a kelet-magyarországi szám, rendszeresen vertek bennünket. És a legdöbbenetesebb az az volt, 70-es években vagyunk, hogy anyukák szülői értekezeten könnyes szemekkel mondtak ezeknek a pszichopatáknak köszönetet, hogy a nevelhetetlen gyerekükből embert faragnak. Tehát, hogy mekkorát fordult a világ. És emlékszem, ez nem stand-up, ültünk az osztályba, a pszichopata tanító, másodikos tanító, a többi az nem vert annyira bennünket, az nagyon. És akkor az volt, hogy kopognak az ajtón, ott ülünk, így nézegetjük, hogy kinek van jobban szétverve a keze, és nem mondom, hogy olyan jó gyerekek voltunk, tehát hiába is állítal, de azért annyira nem kellett volna. És akkor jött az egyik anyuka, egy ilyen iszonyatos nagy fűzfavesző bekötve, és mondom, nem ragadjon, nem tudtam hozni, de most volt a férjemnek ide, és így letette. És akkor láttuk, tudtuk, hogy rajtunk verik majd szét a tanítónéni. És így is lett. És szóval egészen döbb. Szóval nagyon más világ volt, tehát hogy ezt nagyon nehéz megérteni. Tehát amikor Bandi fiamnak szoktam időnként mesélni arról, hogy a szkítáknál az volt a férfi beavatási szertartás, hogy kitették egy olyan helyen a gyereket, ilyen tizenévesen, egy késsel, hogy sok farkas be volt jelentve, de ember nem lakott, és akkor mondtam, hogy ha hazajött, akkor férfi volt, ha nem jött, akkor elsiratta az anyja. És akkor Bandikám kérdezte, hogy ez szokásban, mondtam, az kétáknál minden mai nap. Na, tehát lényeg az, hogy ez a zárt falusi. Na most a zárt falusi világ, az alapvetően azért nem teljesen zárt, mert hogy hát ugye van egy csomó dolog, ami miatt az embereknek kisebb-nagyobb dimenzióba kell költöznie. Az egyik dolog, hogy ugye tiltva van minden civilizációban, leszámítva néhány ilyen szubkultúrát, a házasság a
rokonság negyedik szintjéig, tehát a másodunokatestvéri szintig. Ennek egyszerű genetikai okai vannak. Ugye minden genetikai másolat az valamelyest romlik, vannak ugyanott szekvencia hibák, és ha túl közeliek a rokonok, akkor nagy a valószínűség annak, hogy szekvencia hibák betegség formájába elő fognak jönni. Nyilván ezt nem gondolták ilyen módon végig, csak hát ugye empirikus tapasztalat állt emögött. Tehát ahhoz, hogy valaki házasodni tudjon, egy átlagos középkori falunak a lélekszáma 250-300 fő volt. Tehát egy idő után elfogytak a potenciálisan feleségű vagy férjű vehető fiatalok, és el kellett menni valahova. Vagy hát alkalmasít munkavállalás céljából. Ugye a tradicionális világban volt egy ilyen cseléd, meg hogy is hívják, ilyen napszámos vagy más egyéb ilyen alkalmi munkás migráció, el lehetett menni egy bizonyos körön belül. De hát a házasodásnál is alapvetően meghatározta a házasodásnak a körzetét, hogy lehetőség szerint hasonló szokásrendszer, hasonló vallás, hasonló normák, tehát az együttélésnek a kompatibilissá tételében ezek meglehetősen fontos szempontok voltak. Itt egy ilyen francia régiónak, Champagne régiónak a települései láthatók, és itt nagyjából azt mutatják, hogy ebből a körzetből milyen arányba házasodtak át különböző helyekre az emberek. Na most van ez a házasodási körzet. Ez a házasodási körzet, és ez egy ilyen néhány 10 kilométeres zóna. Ezt máshogy is meg lehet közelíteni. Egyébként egy angol ilyen vidéktörténeti könyvet olvastam, és azt vizsgálták, hogy mekkora volt a migrációnak a dinamikája. És döbbenetes volt olvasni, hogy a 14. század angolok szerencsés helyzetben vannak, elég sok és jó adatuk van. A 14. században az jött ki náluk, hogy a 14. században egyetlen évszázad alatt egy ilyen 250-300 fős falunak lakosságának a 90%-a kicserélődött. De nem úgy, hogy elmentek messzire, egyetlen százalék ment 100 kilométernél távolabb, hanem ilyen ez a kis léptékű, de folyamatos migráció miatt gyakorlatilag, tehát helyben ezek a tradicionális világok, ezek nagyon dinamikusak voltak, csak a léptéke volt kicsi ezeknek a migrációs hullámoknak. A következő szint az a város és a régió. Tehát ez egy régi vitája egyébként a földrajznak, hogy mi az ideális város. Volt egy német történész, a Wilhelm Abel, aki sokat foglalkozott ezzel, és ő azt mondta, hogy az ipari forradalom előtt az ideális méretű város, akit jó és könnyű ellátni, az 3000 lakosa volt, és nagyjából egy olyan 85 négyzetkilométeres szántó terület vette körül. Ha nem csak szántó volt, akkor ebből többre volt szükség. Na most, hát igen, ez de teljesen átalakul a világ, amikor jön az ipari forradalom, de mindenképpen ez igaz, hogy a város nem létezik a régiója nélkül. Ha valaki esetleg járt a Manstéri piacon, akkor pontosan föl lehet mérni, hogy Szegednek mi a régiója. Vannak árusok, nem tudom, Sándorfalváról, vannak Szőregről, Öttömösről, Domaszékről, Dorosban, tehát tulajdonképpen van egy régió, ami együtt él a várossal. Hasonlóképpen, tehát például én focizok a városi bajnokságban, és például vannak ismerőseim Kistelekről, aki ugye messze, elég messze van, de focizik, korábban játszott ilyen NB2-es csapatba, és itt van olyan bajnokság, ahol ami kihívást jelent számára, és akkor beül az autóba, két barátjával eljönnek, és akkor hétfőn és pénteken lejátszanak egy meccset, és mennek vissza Kistelekre. Tehát tulajdonképpen van valami funkció, ebben az esetben a foci, ami ide kapcsolja. Egyébként nem dicsek, jelenleg 5 foci csapatban játszom, és egy szerbiai csapatban is, ami nagyon érdekes, van egy csoki manufaktúra, aki, ha valaki látta a Régi idők focia című filmet, ugyanaz a logika működik, ilyen 60 főt foglalkoztató szerbiai csoki manufaktúra, és úgy döntött a főnök, hogy legyen egy csapat. Úgyhogy most az orosházi bajnokságban játszunk ezzel a szerb csapattal, de nagyon érdekes egyébként, mert másfajta stílus, másfajta gondolkodás volt. Na mindegy, város és a régió. Tehát a város nem képzelhető el a régió nélkül, ez hol nagyobb, hol kisebb. Egy tengerparti városnak nyilvánvalóan teljesen más a régiója. Tehát volt egy nagy éhínség a 17. század végén, és Amsterdamot Dél-Afrikából látták el. Élelmiszerre. Mert hogy a hajó, a hatalmas holland flotta, hajóúton minden további nélkül olcsón meg tudták oldani. Tehát ilyen módon, ha ezt a szempontot nézzük, akkor Dél-Afrika, Fokváros, az benne volt Amsterdamnak a régiójában. Mert valami Czóresz volt, akkor onnan tudták beszerezni minden további nélkül. Tehát nem olyan egyszerű meghatározni ezeket a régiókat. Egy kontinentális településnél persze koncentrikus, de más helyzetekben ez nem feltétlenül úgy működik. A harmadik szint az a pays
franciául, vagy a kanton, ugye a svájci terminológiát használva, vagy nálunk az ország, erről tettem említést, Biharország, Somogyország. Ezek általában gazdasági egységet képeznek, ahogy mondjuk mondtam, Biharnál van a magas hegységi régió birkatartással, bányászattal, van a hegylábleitő, ez a klasszikus mezőgazdaság, és van a mocsári övezet, ahol lejönnek a folyók, a sebeskörös, fehérkörös, hármaskörös, ér, beretyó, és létrehoznak egy ilyen mocsaras régiót, és ezeket a különböző tájaknak a termékeit kicserélik a nagyváradi piacon. Van egyfajta kulturális identitás. Tehát engem is megkérdeznek, hogy az identitás az egy ilyen struktúra, tehát az embernek sokféle identitása van, és ezeknek a helyzeteknek, ezeknek az identitás elemeknek a helyzete is változik. Tehát én most egyetemi előadó vagyok, ma este 7 órától a Szita pont ellen játszunk a városi bajnokságban, ott futballista leszek. Tehát vált egy kicsit a identitás struktúrába a prioritás. Nagyon fontos a dialektus. A dialektus. Tehát talán mondtam már, hanem akkor most mondom. Én a sáréti dialektust beszéltem, azt tettem erről említést, ami egyébként visszatud jönni, hát fogyasztani kell ezt azt hozzá, de azért el kell a kulturális, hogy mondjam, blokkokat távolítani valami módon, és akkor elő tud jönni. A feleségemmel jártam így egyébként egyszer, ő kecskeméti, és ő is tud őzni. És akkor így megkérdeztem by the way, 4:12-kor, hogy ő tud-e őzni. És gondoltam, hogy mondja, hogy igen, és akkor lefekszünk. De most elkezdett ővel beszélni, hát ilyen 3:45-kor szóltam neki, hogy én most már erősen aludnék, mert holnap is nap lesz, de hogy ezek elő tudnak így jönni, tehát ezeket legátolják, mert ugye mit csináltak velem, és bejött a tanárbácsi, közölte, hogy ne beszéljek parasztosan, elszégyellettem magam, és utána igyekeztem úgy beszélni, hogy a tanárbácsi, mert ezt hívják ilyen normakényszernek, de hogy ott van a dialektus, és ezért is javasoltam a Erdélyi Magyar Televíziót, mert a dialektusban beszélő tanár tanítja a dialektusban beszélő, és nem reszelik le, és ettől gazdagabb lesz, és érdekesebb lesz a kommunikáció, hogy másfajta dialektusban beszélnek, nem csak ez egyen magyarban. Nagyon fontos a folklór. Tehát ugye a hagyományos öltözködés az úgy működött, hogy a ruha, ami rajtunk volt, az alapvetően eldöntötte azt, hogy kik vagyunk. Már nem az ruha döntött el, hanem a ruhából pontosan lehetett tudni az életkort, a szociális státuszt, a családi állam, mindent. Tehát nem kellett dumálni, ránézett az ember és beszkenelte és tudta, hogy kivel, meg hogy milyen régióból érkezett. A népi építészet, hát itt is van egy ilyen, ugye biztosan ismert a paraszbaroknak a kategória, ez nem a káromkodásnak a cizellált a formájára vonatkozik, hanem azt jelenti, hogy ez a barokk építészetnek a formakincse megjelenik a vályokból épített parasztházakon, tehát hogy valami módon ezek a kulturális áramlatok, ezek beépülnek az adott régió minden szintjén a mindennapi gyakorlatban. Na most a negyedik szint a tartomány. A tartomány. Ilyen tartomány például a magyar történelemben Erdély. Nem nagyon van más ilyen tartományunk, ami ennyire meg tudta őrizni a koherenciáját, de mondjuk ha a német történelmet nézzük, akkor ilyen Bajorország, ilyen Szászország, ilyen Mecklenburg, a francia, hogy is hívják ott, a olasz történelmet nézzük, ilyen Lombardia, ilyen Toszkána. Tehát, hogy vannak területek, ahol a régiók, azok tulajdonképpen területi egységként funkcionáltak gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális szempontból is. Tehát ez nagyon érdekes dolog. Magyar történelme kizárólag Erdélynek sikerült ezt a fajta tartományi struktúrát tartósá tenni, de például az olasz és a német történelem az abszolút jó, működik, mert egyszer volt olyan, hogy tartottam egy nagyon jó előadást, és elfelejtettem bekapcsolni a felvételt, úgyhogy elrebegett az univerzumba. Megvan a para bennem, hogy időnként ránézek, de úgy látom, hogy most ez a felvétel funkció működik. Tehát a német történelem és az olasz történelem az egyértelműen tartományi struktúrába bontakozott ki, és mind a két országot tulajdonképpen a 19. században kalapálták csak össze. És nem véletlen, hogy a Nyugat-Európában ez ennyire erős volt, mert egy tartományt, ami egy ilyen 10-30 ezer négyzetkilométer, ez könnyű irányítani. Egy nagyon nagy országot, az nagyon nehéz, mert elindítják a lovast, 15 nap múlva van ott a parancsa, mire odaér, már lehet, hogy a dolognak semmiféle értelme nincsen. Egy tartomány az koherens, könnyű, különösen, hogyha hatékony kommunikációs rendszerrel rendelkezik. És végül van az ötödik szint, ez az államfejlődés. Ennek külön érdekessége, hogy az államfejlődés az különböző ilyen pólusok körül ment végbe, Lisszabon, Firenze, Regensburg, Valladolid, Madrid, vagy éppen Buda környékén. Hát a territoriális államoknak a fejlődésének ezek voltak a ciklusai a európai civilizáció története során. Ugye a római birodalom bukása után van egy dezintegráció, a 10.-13. században egy
erősödés, egy kiépülés, akkor születik meg a magyar állam is, utána a 14-15. Század a Nagypest is nyomán egy dezintegráció, és a 16. században elindul egy reintegráció, és hogyha mondjuk 5 évvel ezelőtt teszik fel nekem azt a kérdést, hogy az Európai Unió, az Európai Egyesült Államok lesz-e, akkor azt mondtam volna, hogy persze, de úgy látszik ezeknek a területi államoknak azért nagyobb az állékonysága, és jelenleg ennek a kérdésnek a megválaszolása egyelőre egy nyitott kérdés. Hát tényleg ez azt hiszem, igen, ez az utolsó dia. Hogyha rátekintünk az államok történetére, akkor alapvetően kétfajta állam van. Vannak a területi államok, vagy territoriális államok, és vannak az államvárosok. Nagyon sokáig ezek egymás mellett léteztek. Manapság már gyakorlatilag van egy Monakónk, meg egy San Marinónk, és azon kívül ilyen kvázi államvárosunk nem nagyon van több. Tehát a territoriális államok elfoglalták az államoknak a terét, de nagyon sokáig ez a két államtípus egymás mellett létezett. Na most ezeket az államokat meg lehet különböztetni másképpen, más módon is. A Brodelnek van egy ilyen város tipológiája, ami három típusra osztja a városokat. Vannak nyílt városok, ilyen volt példának okáért Athén, ami azt jelentette, hogy az aténi államban teljesen mindegy volt, hogy az ember hol élt. Élhetett Pireuszba, kikötőbe, élhetett a tájba, élhetett a városba, ugyanúgy városi polgárjoga volt. Ezt a logikát folytatta egyébként a Római Birodalom, ha olvassák a Bibliát, akkor Szent Pálnak római polgárjoga volt. Ő nem Rómába élt, de római polgárjoga volt, az bárhol a birodalomban érvényes római polgárjognak minősült. Tehát nem kellett Rómába élni ahhoz, hogy van. Na most ezzel szemben a középkori város, ez egy zárt város volt, ami azt jelentette, hogy volt egy ilyen nagy feudális világ, feudális törvényekkel, és azokon belül voltak városok. És belül a városon belül polgári törvények uralkodtak, és ott a polgárok teljesen más szabályok szerint éltek. De ha kimentek a városból, akkor ott már a feudális jog volt érvényben. És végül van az alávetett város, az azt jelenti, hogy jönnek ezek a nagy állami központosítások az újkor idején, és akkor az van, hogy a központi kormány eltörli ezeket a regionális autonómiákat, és mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ez a modern polgári államnak a kiépülésének az időszaka, és már csak ilyen bohóckodások maradnak, tehát példának okáért annak idején, amikor Londonnak még valódi autonómiája volt, és valódi privilégiumai voltak, amikor jött az angol király vagy királynő, akkor a London határába várta őt a Lord Major, akitől a király vagy királynőnek a követe engedélyt kért, hogy beléphessen Londonba, és az vagy megengedte, vagy nem. És ezt most is eljátszák. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen bulvár esemény, hogy jön a most már király, korábban királynőnek a hintója, és a londoni Lord Major beengedi. Mindig. Mert ez most már színház. Tehát kiüresedett maga a valamikor téttel rendelkező szertartás, mert hogy jelenleg mindenhol ugyanazok a törvények irányítják az embereknek az életét. És az utolsót az pedig a szünet után pipáljuk ki, és még lehet, hogy belekapunk egy kicsit a esettanulmányokba is. Akkor pihenjünk.